A betlehemes találkozó mai napján újabb két csoportot látunk vendégül. A péterrévei és a csantavéri betlehemeseket, mégpedig abból a célból, hogy ez a szép és igazán értékkel bíró dramatikus játék ne vesszen ki a köztudatból, hiszen a karácsonyi ünnepkör egyik legkedvesebb játékáról, a középkori eredetű pásztorjátékról emlékezünk meg, azt éltetjük tovább. Hogy ne vesszen ki ez a szép karácsonyi szokás, arról már az elmúlt években is tanúbizonságot tettek hagyományápolóink, akiknek hála és dicséret munkájukért, tevékenységükért. A magyar népi kultúrában a betlehemezésnek nagy hagyománya van. Angyalok, pásztorok és egyéb más szereplők karácsonyi énekeket zengnek, tréfás párbeszédekben évődnek, majd hívnak bennünket, hogy ebben a nagy harsányságban, lármában meghalljuk karácsony igazi örömüzenetét. Induljunk el mi is a ma csillag irányába, hogy majd tiszta lélekkel érkezzünk meg a jászol bölcsőhöz, a boldog gyermekkori emlékekhez, elsőként a péterrévei, az örömhír hirdetői csoport lelkes tagjainak segítségével. Felkészítő tanáruk Baranyi László plébános, valamint Kulcsár Sarolta és Kis Márta tanárnők. Kérem, fogadják őket őszinte érdeklődéssel. Mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be azt a lestét,
angyalhat szállt alá a rétre. Nézzék a pásztorok félve, megrendembe, megigézve. Glória! Glória! Kegyfertfajtás valami éneket hallok. Nem kakas az én is, éneket hallok. Bölcsek vagyunk. Ha megvaldunk, keressük.
kicsit hozzá a büszkeségünk kérdőzta. Gáspárból még a féle földi király személy. Adjon Isten megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból, főtt kolbászunk minden fogyott, fényes sétmánk is megragyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szeret senkit. Pirulj, pirulj, Mária, Mária, boldogságos kismama! Hulló könnyel záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor még muzsikát, meg is kéne szontatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Köszönjük, pihenjetek meg nálunk, jó király! Drága Jézus, ékes kis virág, illatos kedves, tiszta rózsa ág, szívem legyen rejteged, de elbízom lelkemet, töltsd meg végességet. Köszönet a Péter Révei Betlehemes csoportnak, hogy örömtelivé tették az adventi várakozás perceit. Köszönet és hálánk jeléül fogadják tőlünk ezt az oklevelet. Egyben kívánok a csoportnak, szüleiknek, felkészítő tanáraiknak, a Péter Révei plébánia minden egyes tagjának áldott békés, szeretetteljes karácsony. Nagyon szépen köszönjük az Entei Önkormányzatnak a meghívást, minden évben örömmel teszünk eleget ennek, és mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánunk!